Sziasztok, Laci vagyok a Tech 2 nézitek, és közel másfél hét használat után ideje konklúzióra jutni az iPhone 10 zel jó -e vagy sem, megírja az árát, mi az, ami király benne, és hol kell még fejlődnie. A szempontok a következők. Design és anyaghasználat, kijelző, Face ID, szoftver, hardware, kamera, és végül az üzemidő. Az iPhone 10 drága, méghozzá eléggé drága. Ugye ez az Apple jubileumi készüléke, tehát igazából nem is számítottunk nagyon másra, de ha mást nem is, egy gyors töltőfejet csomagolhattak volna a készülék mellé, azt még megértem, hogy az iPhone 8 és a 8 Plus mellé vegyen meg a felhasználó, de ide azért csomagolhattak volna. Na mindegy, lépjünk is túl ezen, tartozékként egyébként a szokásosokat kapjuk, tehát van egy 5 wattos töltőfejünk, egy Lightning kábelünk, egy Lightning AirPodsunk és egy Lightning Jack adapterünk. A készülék dizájnjának megítélése teljes mértékben szubjektív, valaki azt mondja, hogy nagyon-nagyon szép a telefon, és valaki pedig undorítónak tartja, hogy itt a kijelző egységét megtöri ez a notch. Hát ezt mindenki el tudja magának dönteni szerintem, beszéljünk inkább a tényekről. Az előlap mellett most már a hátlap is üveg. Az Apple szerint ez a legerősebb üveg, ami okos telefonban található. Abból a szempontból ez igaz, hogy a másfél hetes tesztidő alatt én fóliák és tokok nélkül használtam a telefon direkt azért, hogy lássam, és nincsenek is rajta egyébként hajszálkarcok, viszont mivel üveg, ha lejted, nagy valószínűséggel törni fog. Rengeteg drop test van az interneten, ahol megnézhetitek, mennyire törékeny a telefon. A törik a hátlap vagy az előlap, az minden lesz, csak nem olcsó. A keret rozsdamentes acélból van, az asztroszürke festéssel a keret és a hátlap szinte egybeolvad, a felület nagyon-nagyon fényes, ja és nem mellesleg imádja az olyan nyomatokat. Egyébként nem érzem annyira csúszósnak, mint annó az Mi 6 szerintem jó a fogása a készüléknek. Az iPhone 6-ot szinte lehetetlen volt megkülönböztetni a 6 és minimális volt a különbség a 7-nél, amitől a 8 csak egy üveg hátlapban különbözik. A kiterjesztett valóság applikációnkon kívül Egyetlen oka volt Johnny Ive csapatának a vertikális kamera kiépítése, és ez a megkülönböztethetőség. Ha valaki meglátja a telefon hátulját, az tudja, hogy iPhone 10-ed van. Akármennyire is gáznak hangzik, az iPhone továbbra is egy státuszszimbólum, szimbólum, és ha neked van a legdrágább iPhone-od, akkor te vagy a király. Nyilván ez nem így van, de sokan így gondolják. A telefonon egyébként minden a szokásos iPhone-os megoldás, alul a lightning port mellett a mikrofon és a hangszorórácsát találjuk, a bal oldalon a hangerőszabályzó és a némítő kapott helyet, jobb oldalon pedig a hosszított bekapcsoló gomb, ami már nem teljesen ugyanazt a funkciót látja el, mint korábban. Az anyaghasználatból szerintem kioszták azt, amit lehetett, nagyon masszívnak tűnik, erőhatásra nem érzem úgy, hogy bármilyen ívet tudnék beletenni, az illesztések kiválók, és hát ugye ez a készülék is megkapta az IP67-es vízállósági tanúsítványt, ami az iPhone 7 óta létezik az Apple-nél. A beszéd hangszóróval kiegészülve sztereó hangzással bír, a másodlagos hangszóró noha nem olyan hangos, mint a lenti, de nagyon jól kiegészíti a hangzást, és az pedig minőségi, ugyanez igaz a hanghívások minőségére is, én nem tapasztaltam egyébként semmi rosszat ezen a téren. korábbi videómban kifejtettem a gombal kapcsolatos tudnivalókat, de azért itt is megmutatom őket. A bekapcsoló gomb hosszú nyomása mostantól a siri hozzá elő, a kikapcsoláshoz bármelyik hangerő gombot kell egyszerre nyomni vele hosszan, a képernyőképez pedig a hangerő felgombot kell vele röviden együtt nyomni. Én annak örülök egyébként, hogy majdnem sikerült megtartani az Apple-nek a korábbi modellek méretét úgy, hogy a kijelző méret drasztikusan nőtt, bár a vezérlőközpont leúzásához már kell a másik kezed is, Inkább mondanám kétkezes mobilnak. Akinek esetleg nem jön be a méret, az várjon egy évet, jövőre a hírek szerint jön a nagyobb méretű iPhone 10. Dizájnt összegezve a készülék megjelenésével nekem nincs különösebb problémám, a kamera dudor még mindig fantasztikusan nagy, az anyaghasználat egyébként remek, szerintem a méretet pont eltalálták, nekem legalábbis ideális, minden figyelembe véve pedig jól néz ki a készülék. Az iPhone 10-ben talán a legjobb dolog a kijelző, és most nem kifejezetten a szenzorszigetre gondolok. A megjelenítő 5,8 hüvelykes, 1125x2436 pixel felbontású, a képarány 19,5 arányú a 900 a pixel sűrűség 458 ppi, a panel pedig Super Amoled. A kijelző a Samsungtól származik, azonban az Apple némi módosítást hajtott végre a megjelenítésben nem véletlenül zsebelte be az iPhone 10 a legjobb mobil díjat. A fényerő kiváló, a betekintési szögekre panaszt nincs, bárhonnan nézzük szinte ugyanolyan, mintha szemből néznénk. A HDR10 és a Dolby Vision támogatottságnak is köszönhetően a kijelző nagyon kontrasztos, a színek élénkek, azt én is meg tudom erősíteni, hogy az iPhone 10 kijelzője egy gyönyörű. A formája most egy más kérdés, az nem feltétlenül nyerje el mindenkinek a tetszését. A trúton megjelenítés itt is megtalálható, tehát a panel színhőmérséklete a környezet fényviszonyának megfelelően változik, továbbra is támogatott a 3D touch, szóval egyszerűen nagyszerű. Vannak hírek, hogy néhány készüléken zöld csíkok jelentek meg, valószínűleg nem légből kapott kormány az egész, lehetnek hibák, viszont én ilyesmit nem tapasztaltam. Amit viszont itt megemlítenék, és ezzel találkoztam is, az iPhone 10 nem tűri jól a hideget. 10-15 fok volt kint, épp messengeren írtam, amikor a billentyűzet elkezdett teljesen mást érzékelni, és egy fél perc után jött csak kb. helyre. Az Apple is elismerte ezt a hibát, és véletlen szoftver frissítéssel fogják javítani. Az iPhone 10 kijelzőjét nem minden app támogatja, és ez nagyon sokat ront szerintem a felhasználói élményen. A gyári applikációkkal persze nincs ilyen probléma, illetve kiválóan megy a Facebook, a Messenger, az Instagram, a Youtube és többek között a Viber is, de azok az appok, melyek nem támogatják, egyszerűen gusztustalanul néznek ki ezen a kijelzőn. Az általam használatok közül még nem támogatott a Gmail, érdekes a Drive és a Chrome az jó, aztán ott a Google Maps, a Skype és a VLC. Ezeket az appokat szimplán középre teszi. Ettől persze még használhatóak, és csak idő kérdése, hogy megkapják a frissítést. A videók alapból nem töltik ki a kijelzőt, de ahogy a Galaxy S8 és Note 8 esetében, itt is van lehetőség kitöltésre, de ilyenkor elveszítjük a kép bizonyos részeit. A nagyobb felületért cserébe szerintem megbocsátható, de nem mindenki vélekedik így. Az Apple arcfelismerő rendszere egyértelműen iránymutató technológia az eddigi 2 d megoldásokkal szemben. Összesen 8 érzékelő található a kijelző fölött. A Face ID működéséhez többek között ott az előlapi kamera és az infravörös kamera, az infravörös fényt kibocsátó modul, illetve a dot projektor, ami az arcunkra vetít 30 ezer pontot, ezzel határozza meg arcvonásainkat, illetve magát az arc mélységét, ezért nem verhető át egy egyszerű képpel. És akkor most mondhatjuk, hogy de napszemüvegben nem mindig ismer fel, igreket nem tud megkülönböztetni, a riasztárk egy maszkkal feloldja, stb. Tehát igen, nem tökéletes a Face ID, de messze túlmutat az eddigi mobilokban implementált arcfelismerő rendszereken, és noha nem minden helyzetben old fel hamarabb, mint a Touch ID, első próbálkozásra egyáltalán nem rossz, főleg, hogy vaksütétben is felold. Szemüvegben egyébként gond nélkül felismer, egyedül a napszemüvegekkel vannak gondjai, melyeken nem lát át az infravörös kamera. Szoftver az iPhone 10 iOS 11.0 operációs rendszerrel jelent meg, ami azóta már iOS 11.1.1-re frissült. Hát maradjunk annyiban, hogy volt is, és még van is mit javítaniuk rajta. Ami még mindig hiba, hogy a számológépbe gyorsan bejött a három teljesen más eredményt kapunk, mert hosszúak az animációk. Nem töntő mert ettől még ugyanúgy működik, csak ugye az eddig tökéletesnek mondott iOS rendszerben egyre több az ilyen apró kis bosszantó hiba, és ezek ugye bár futótűzként terjednek az interneten. A többi iOS 11-et futtató iPhone-hoz képest itt a legtöbb változás a home gomb elhagyásából és a kijelző formájából adódóan ered, ugyanis ezeket valahogy szoftveresen kezelni kell. A főképernyőre való lépéshez mostantól felfelé kell legyinteni, a multitaskinghoz legyintsük fel és tartsunk rá, az egykezes módhoz kapcsoljuk be a kisegítő lehetőségeken belül az elérhetőséget, és így már tudunk lefelé is legyinteni, az appok közötti váltogatáshoz pedig elég oldalra simogatni a kijelző alját. Nagyon könnyen megszokható, és miután a kezembe vettem egy régebbi iPhone-t, reflexből már lehelyeztem az ujjammal. Na és ezen kívül mi az újdonság? Na mi? Hát az Animojik. Akármennyire is butaság, az Apple jól tudta, hogy mire van szüksége az embereknek. Ha ismerősnek küldesz ilyet, az biztosra mondható, hogy iPhone 10 el készült, megint csak a megkülönböztethetőség. Ezekhez egyedül az előlapi kamerát használja a készülék, tehát ha az Apple akarná, a többi iPhone-on is elérhetővé tehetné. De miért akarné ilyet? Szintén egyéni megítélés kérdése, hogy ki mennyire találja ezt hasznosnak, miután állam van a készülék, nagyjából kétszer használtam ezt a funkciót. A szoftver egyébként jól használható, a gesztus vezérlés nagyon könnyen megszokható, az appok közötti váltás pörgős, viszont ahogy fentebb említettem, el tudna viselni még pár frissítést, hogy az ember tényleg azt érezze, hogy megérte letenni érte 380 ezret. Hardware szempontból az iPhone 10 gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint az iPhone 8 Plus. Egy 6 processzor maggal bíró Apple A11 Bionic chipset került belé, a grafikus teljesítményért pedig egy három magos, saját tervezésű Apple chip felel ram is 3 GB jár, a belső tárai pedig modelltől függően 64 vagy 256 GB. Benchmark teszteken is megfuttattuk, az Antutu 195.241 ponttal jutalmazta, a Geekbench 4-en pedig 4244 és 10272 pontot kapott. Az Apple A11 10 10nm-es csíkszélességű és az egyik, ha nem a legerősebb processzor jelenleg a piacon, ami jól látszik a benchmark teszteken is. A valós használat során is nagyon pörgős a készülék, ugyanez igaz természetesen az iPhone 8-ra és a 8 Plus-ra is. Nincs olyan játék az App Store-ban, mely akaróznak, köszönhetően a jó optimalizációnak, és Apple hardware, Apple software és a programokat is direktben erre a platformra írják a fejlesztők. Igazi csúcs ami évekig az is maradt persze, ha ki tudják javítani ezeket a kis hibákat. Nálunk egy 64 gb modell járt, a belső tárhely ugye már nem bővíthető, számunkra kv 52 GB a szabadon felhasználható mennyiség. Az iPhone 10 ugyanúgy megkapta a Bluetooth 50 t a 802.11 ABGN AC wi t támogatja a GLONASS, a Galileo és a japán QZ SNS műholdas rendszert, viszont olyanok, hogy infraport, FM rádió és nyitottan használható NFC, olyanok nincsenek. Nézzük a kamerákat. Az előlapon ugyanazt a kamerát kapjuk, mint a 8-nál vagy a 7 nél. 7 a pixelles, fix fókuszú és f2.2-es rekeszértékkel bír. De itt jön a képbe a TrueDepth kamera rendszer. Mivel képes érzékelni a készülék az előlapon is a mélységet, ezért itt is elérhetőek a portré módok. Az előlapi portré megoldások közül a legjobb jelenleg a Google Pixel 2, a második helyet adnám az iPhone 10-nek, a harmadikat pedig a Huawei Mate 10 Pro-nak. A hátlapon gyakorlatilag ugyanazokat a kamerákat találjuk, mint az iPhone 8 Plusnál, egyetlen nagy különbséggel. Itt mindkét kamerában van optikai képstabilizátor. Az értékek ugyanazok, tehát van egy 12 megapixeles kamera F1.8-as értékkel, és egy szintén 12 megapixeles telefotókamera F2.4-es értékkel. Így adott a kétszeres optikai zoom, a 8 Plus-hoz képest stabilabb a felvétel, de a felbontások ugyanazok. A videó 4 60 fps-ig mehet, felvétel pedig Full HD 240 fps-ig. A felvételek gyönyörűek, meglehetősen nagy dinamika dolgozik a kamera, kiválóan látszódnak a nagyon fényes és nagyon sötét objektumok is. Íme egy példa, egy Canon sajtóeseményen kiválóan látszódik a fényes projektor és a kinti jelenet, valamint a belső tér is, ami ugyebár sötétebb volt. A videók és a fotók is egyaránt gyönyörűek, rosszabb igazából nincs az iPhone 10 kamerájára. Minden szép és jó, de meddig bírja egy feltöltéssel. Az iPhone 10-ben kettő darab összesen 2716 millió kapacitású akkumulátor található, ami ahhoz képest, hogy mekkora méretű iPhone-ról van szó, nagynak mondható. Egy feltöltéssel a készülék átlagosan 24 órát bír ki, automata fényerőn vegyes használattal, a használati idő pedig 7 és 9 óra között mozgott. Majdnem olyan jól bírta, mint egy plusz modell. A készülékhez beszereztem egy nagyobb teljesítményű töltőfejet és egy kábelt, fél óra alatt kb. 45%-ot tudtam belepumpálni, egy teljes feltöltés pedig a legtöbb esetben 2 órába telt. Emellett a készülék melegedett is, ezt például a Galaxy Note 8-nál vagy a Huawei Mate 10 Pro-nál nem tapasztaltam. Az iOS 11.2-vel 7,5 watttal tölthető vezeték nélküli padon a telefon, amivel fél óra alatt 20%-ot lehet belenyomni. Nem túl gyors, de úgyis az asztalon fekszik, ha már nem használjuk, legalább töltsön valamit. Az iPhone 10 használat közben is melegedett néha, leginkább videónézés közben. Nem halálos, de azért kellemetlen érzés, ha az ember egy ilyen drága készülékre ruház be. Összegezzünk! Az iPhone 10 bizonyos szempontból egy iránymutató készülék, 2018-ban bizonyára láthatunk majd androidos készülékeket hasonló arcol megoldással, az anyaghasználat szerintem remek, a teljesítmény csúcskészülékhez méltó, a kijelző gyönyörű, és az ugyanez elmondható a felvételekre is. Üzemidőben szerintem iPhone-hoz képest is korrekt helyen van, viszont korán sem tökéletes a készülék. Vannak hibák a szoftverben, vannak hibák a kijelzővel, a hideget nem jól tűri, a Face ID nem minden illethelyzetben gyorsabb, mint az új lenyomatolvasó, és melegszik a készlék bizonyos körülmények között. Jól fontolja meg az, aki beruház egy ilyen készülékre, ugyanis 380 ezer forint nagyon-nagyon sok pénz, akár van mi aprítani, akár nincsen. Ha éltek egy javaslattal, akkor az egyenletbe vásárlás előtt mindenképpen mondjuk bele az iPhone 8 Plus-t, ugyanis hát a dizájnbeli változtatásokon, illetve a Face id kívül nem sok különbség van a kettő között, és hát ez mindenképpen olcsóbb. Az iPhone 10 megtalálható többek között a VIP Phone kínálatában, a videó leírásában megtaláljátok az odamutató linket. Nos, én ennyit szerettem volna ebben a videóban az iPhone 10-ről beszélni nektek, remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, like ot iratkozzatok fel a csatornánkra, és akkor találkozunk legközelebb. Én Laci voltam, köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!